Dr. Budai László Károly barátomat, akit sok ezeren egyszerűen Karesznek szólítunk, az egyik legnagyobb magyar orvosnak tartom. A betegek meggyógyítása érdekében ugyanis addig keresett, amíg nem talált. Kérlek, Karesz, mondd el, mit találtál? A keresés az bő 15 évet tartott. Sok mindent megkerestem, megismertem, mert kerestem a megoldást a gyógyításra. Ugyanis a receptírás művészetével nem tudtam a betegeken valós segítséget eszközölni. És nagyon jó volt ez a 15 évben, sok mindent megismertem, és mindenből kiderült, hogy az a valami az mire jó és mire nem alkalmas. Erről a weblapomon is szóltam már pár szót. A lényeg az volt, hogy a végén megtaláltam a germán gyógytudományt, és ez végre tudományos, logikus, biztos választ adott a kérdéseimre. Tudományos, mert a germán gyógytudomány reprodukálható, a tudományosságnak a legfontosabb ismérve a reprodukálhatóság, ugyanakkor előre jelezhető és teljesen kiszámítható, megismételhető. Tehát mindenkinél ugyanúgy zajlanak le azok az értelmes biológiai különprogramok, amiket mi köznyelven betegségeknek nevezünk. Nos, itt egy nagyon lényeges kérdés, hogy végre valós választ kaptam a kérdéseimre, és ha valaminek az okát megtaláljuk, akkor fogunk tudni rá megoldásokat is találni. Tehát a germán gyógytudomány dr. Ike Gerd Hamernek az életműve arra ad választ nekünk, hogy valójában mitől betegszünk meg, miért alakulnak ki a krónikus betegségeink, és hogyan gyógyíthatók ezek mindenféle külső beavatkozás nélkül. Mert ha tudjuk azt, hogy egy váratlan, meglepetésszerű történet az, ami érzelmileg megrázott minket, benne ragadtunk a konfliktusba, és ez az érzelmileg fel nem dolgozott állapot az, ami az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást, akkor annyi teendőnk lenne, hogy zárjuk le a napjainkat békével, megbocsátással, empátiával, és meg se betegednénk. Persze, hiába hallottuk már azt, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, ezt valahogy nem akarjuk betartani, és megőrizzük magunkban a haragot, a gyűlöletet, az elkülönülést, vagy valakihez való szoros kötődést. Nem tudunk elszakadni a múlttól, félünk a jövőtől, csak a jelen pillanatban nem élünk. Márpedig a vadállatok csak a jelen pillanatban élnek. Mindig, minden pillanatban megadják a választ arra, hogy üss vagy fuss, és ezért nincsenek krónikus betegségeik. A vadállatoknak az a nagy szerencséjük, hogy nem gondolkodnak, hanem ösztönösen kerülik a sineket, vagyis azokat a körülményeket, amelyek között ők, mondjam úgy, hogy megütötték a bokájukat. Ezért a vadállatok nem járnak állatorvoshoz. A házi állatoknál más a helyzet, mert ők nem a természetes körülmények között élnek, és nem tudnak a sinektől megszabadulni, tehát újra meg újra beindul náluk egy bizonyos betegség. Sinek alatt azokat a körülményeket érted, amelyek hozzájárultak a betegségekhez? Amelyek jelen voltak a váratlan, meglepetésszerű történet pillanatában, és az agyunk mindent rögzít, a képet, a hangot, a hőmérsékletet, az időjárást, az évszakot, azt is, hogy éppen mit emésztettem. És amikor ezek ismételten szembe jönnek velünk, akkor már konfliktus nélkül elindítják a túlélő programot, amit Hamer doktor értelmes biológiai különprogramoknak nevezett. Igen, értelmes, mert mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása, biológiai program és külön program, mert különben nem indul el, csak ha mi elindítjuk. Tehát unalmában senki se fog megbetegedni, de ha lezárja békével a napjait és megtanulja elfogadni azt, ami van, akkor garantáltan egészséges marad. Ezt részletesen elmagyarázod, idén megjelent nagyszerű könyvedben, ami nálunk is kapható, mindenkinek ajánlom. Több gyógyulási történet is bent van ebben a könyvben, és pontosan azért foglaltam össze könyvformájában mindezt, amivel foglalkozom, hogy egyszerű, érthető nyelven a laikus embernek is a kezébe kerüljön. Nem mindenki kezeli ügyesen az internetet, vagy nem tud megnézni egy
webkonferencia előadás, de itt az alapokat helyre tettük, hogy mi is az az öt biológiai természettörvény, milyennek a gyakorlati jelentősége, és mit gondol Hammer doktor a gyógyításról. Három webkonferencia anyagnak a részletezése van ebben a könyvben benne, mivel tudnunk kell, hogy mit jelent a gyógyszeres kezelés a germán gyógytudományban. És azt is tudnunk kell, hogy miért akad el a gyógyulásunk. Ezt 10 pontban foglaltam össze. Ugyanakkor össze egy külön részt, néhány oldalt szenteltem annak, hogy mi az, hogy germán gyógytudomány terapeuta. Mert ilyen kérdéseket is kapok. Nem Hammer doktor nevezett ki engem germán gyógytudomány terapeutának, csupán a hivatalos honlapjon, a magyarországi hivatalos honlapon ott volt egy bejegyzés, hogy ki lehet germán gyógytudomány terapeuta, és én itt minden a 4 feltételt teljesítem, tehát én kiléptem a rendszerből, és nem a betegségiparban dolgozom. Orvosi végzettségemnél fogva azért a terápiához valamit értek. Gyakorló. 28 évig csináltam azt, és tehát hogy az, hogy terápiához értek, az egy történet. A források azok mind Hammer doktornak az eredeti művei, és Helmut Pillár tanfolyamait mind elvégeztem, amik Magyarországon voltak, 3 ilyen több hétvégés tanfolyamot is elvégeztem. Tehát az nyilvánvaló, hogy nagyon jó lenne, ha lenne egy olyan kórház, amit gyógyháznak neveznénk, ahol a betegekkel foglalkozni tudnánk, mert azért a betegek 20%-a orvosi ellátásra szorul. Tehát a terápia, amit egy konzultáción megejthetünk, az azokon az embereken segít leginkább, akik maguktól otthon, mondjam, úgy a nappaliban meg tudnak gyógyulni. Ez az esetek 80%-a. 20%-ának tényleg szüksége lenne kórházi ellátásra, de olyan ellátásra, ami nem félelemkeltő, nem a sötét prognózissal fenyegetnék, vagyis nem azt vetítenék elő, hogy újabb meg újabb áttétek vannak, mert az áttétek, mint olyan biológiailag nem léteznek, viszont létezik az, hogy az egyik félelem után elindítok egy másikat, egy harmadikat, egy negyediket, és minden félelemre adott biológiai válasz elindít egy külön programot. Tehát ezért lesz az például, hogy egy prostata műtét után, amikor a férfi már nem képes férfiúi feladatait ellátni, akkor súlyos önleértékelést megélve a személyiségében elkezdi bontani az ágyéki gerincoszlop csigolyáit, de ez nem áttét, amúgy is képtelenség, mert a prostata sejtek azok szaporodnak, konfliktus aktív fázisban majd lebomlanak, a csontsejtek meg előbb sorvadnak és aztán épülnek vissza, de hát ezekre most nem akarok itten részleteibe belemenni. A lényeg az, hogy a germán gyógytudomány egy logikus választ ad nekünk minden tünetünkre. Minden tünetünknek egyetlen oka van. És a biológiai program 2 fázisban zajlik le, ez a második törvény. És a 3 csiralemez határozza meg, hogy a sejtjeink egy életen át hogyan működnek. Vagy sejtet építünk, vagy sejtet bontunk, vagy működést változtatunk. Ennyi a medicina alap lényege. Ez a 3. törvény. A 4. törvényben benne van, hogy nem egyedül küzdünk, hanem vannak segítőink. 4 segítőnk van, a 4. törvény leírja, a gombák, a gombabaktériumok, vagy mikobaktériumok, a baktériumok és a vírusok. Tehát ezek csiralemezhez kötötten segítenek minket, és ezt viszont Hammer doktor írta le. Tehát döbbenetes Hammer doktornak a felfedezése, és az 5. törvénnyel teszi fel a koronát a munkásságára, amit 94-ben közölt, ugyanis ha kinézünk az ablakon, már egy 10 éves gyerek is meg tudja mondani, hogy minden, ami él, az élni akar. Tehát minden élőlénynek a célja a túlélés és a faj fenntartása, és az ember, mint biológiai lény, mondom, mint biológiai lény, ugyanígy működik. A kérdés csak az, hogy minek, kinek határozzuk meg magunkat. Mert ha csak biológiai lényként éljük az életünket, akkor a biológiai törvények szerint fogunk szenvedni, ugyanis bennünk lesz állandóan a félelem, a túlélés és a fajfenntartás által
gerjesztett félelmek, amelyek hát így nem tudatosulnak, csak szeretnénk valamit megkapni, megszerezni, mert azt hiszük, hogy kell a túlélésünkhöz, és ezek okozzák a falat konfliktusokat. Félünk a támadástól, a bemocskoltságtól, attól, hogy mit mondanak rólunk, akkor azok kisagyi programokat indítanak. Túlzásba visszük az aggódást, kialakítunk melldaganatot. Jön az önleértékelés, ami a biológiában önpusztítást jelent, itt viszont mindig először sorvasztjuk a sejteket, a mozgáshoz kötött sejtjeinket sorvasztjuk, és ez egy hibás identitásból, egy hibás önmeghatározásból adódik. Vannak még elválasztási konfliktusok, amikor nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől, és vannak a birtok konfliktusok, amelyek viszont megölnek minket, amikor ragaszkodunk a vanunkhoz, amit megszereztünk, és ezzel kapcsolatosan nagyon sokféle félelmet és konfliktust tudunk elindítani, a birtok féltése, elvesztése, területjelölés, bosszankodás, stb. Ezek mind birtokzónába becsapódó konfliktusok. És hát vannak olyan történetek, amikor nem a sejteket építjük, nem a sejteket bontjuk, hanem működést változtatunk a túlélés érdekében. Ez történik az úgynevezett agyvérzés kapcsán, az izombénulások kapcsán, a cukorbetegség kapcsán. És hát erről is van el egy külön webkonferencia, ami éppen ezeket a neuropátiákat, polineuropátiákat részletezi. Ez a webkonferenciára, valahogy ingyen megtekinthető, és hát döbbenetes volt számomra, hogy idén augusztusban, mikor Mohácson a tábort tartottuk, kaptam egy levelet egy ismeretlen, számomra ismeretlen embertől, aki súlyos izomsorvadástól szenvedett. Volt vékonybél és vastagbél programja is egyszerre. Megnézte a webkonferenciákat a weblapon, mindent megértett, mindent beazonosított, és elkezdett dolgozni azon, hogy helyre tegye önmagát, és tökéletesen helyre jött. Senki nem akarja elhinni a gyógyulási történetét, az édesanyja igen elhiszi, mert ő volt végig mellette, és én is tudom, hogy ez így megtörtént. Annyit írt, most szó szerint nem tudom idézni, hogy minden úgy történt meg, ahogy a webkonferencia anyagban ő ezt hallotta, és a legnagyobb szenvedések alatt is hallgatta a webkonferencia anyagot. Hallgattam Hámer doktor csodálatos, arhaikus varázsdallamát Tamály studenten Méghent, amiről egy 700 oldalas könyv is megjelent, ezt lefordítottam, és ennek az anyaga is elérhető ingyen a weblapon, több előadásban, eddig 7 előadásban van szó erről a csodálatos dallamról, a 8. most fog kikerülni, ami épp a vigilkómáról, az éberkómáról szól, hogy hogyan segít abban ez a csodálatos dallam. Szóval megdöbbentem azon, hogy akkor talán mégis érdemes csinálnom azt, amit csinálok. Egy másik hölgy Békés megyéből jelentkezett, akinek melldaganata volt, és ez is meggyógyult. Csupán a melldaganatról szóló webkonferencia anyag megtekintése után rájött arra, hogy hát mi is az a konfliktus, ami ezt elindította nála. Érzelmileg megoldotta, párkapcsolati konfliktus volt, megbocsátott, megbeszélték, és szépen magától meggyógyult a folyamat. Persze vannak olyan helyzetek, amikor már túl sok programot indítunk el, túlságosan régóta benne vagyunk, és a biológiánk már képtelen helyrehozni önmagát, mert ugye mattot adtunk a biológiánknak. Hámer doktor nagyon szeretett sakkozni, és ezért van a birtok konfliktusokban olyan megjelölés, hogy lóugrás, amikor egy konfliktus a ellenoldalra csapódik be. De hát ezek a történetek, meg hát azok a visszajelzések, amelyek folyamatosan érkeznek levelekben, vagy éppen az előadásokon valaki feláll is. Azt mondja, hogy itt vagyok, meggyógyultam. Vagy aki volt a Lurdi házban, a Hámer doktor születésnapján rendezett egészségfórumon, ugye az láthatta, hogy 2 hét alatt az a hölgy, aki 2 héttel azelőtt a budapesti tanfolyamon nem tudott megszólalni, az ott mikrofonba beszélt, gége tumoros betegről beszélek. Szóval én nekem olyan tapasztalatom van arról, hogy ez az egész rendszer
tökéletesen működik, ha megengedjük. Akkor tökéletesen működik, hogy nem tudnak szkeptikusok engem eltéríteni. Persze néha, hát azt mondja, hogy talán három olyan levelet kaptam, ami erős kritikának számított. Az egyik az éppen a hajamat kritizálta, hogy nézhetek így ki. Tehát mondtam, hogy rendben van, legalább ezzel az emberrel nem lesz problémám, mert aki az előítéleteit nem tudja félretenni, az maradott, ahol volt. Aki meg nem hajlandó valami újat is megtanulni az eddigi tudása mellé, az marad a régi tudásával, a régi meggyőződésével, és természetesen a régi biológiai programjaival. Én arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy kívül a biológián. Vagyis van az a fajta hozzáállás a saját életemhez, amikor ezek az értelmes biológiai programok, ezek feleslegessé válnak. Miért? Aggódás nélkül nem lehet élni? Bosszankodás nélkül nem lehet élni? Mert akkor már is megoldottam a meldaganatnak egyik típusát, ugye, amiatt az aggódásokhoz. Megoldom az epe, a gyomor problémát, a hasnyálmirigy problémát. A germán gyógytudománynak a legnagyobb előnye, és egyben a leggyengébb pontja, pontosan a beteg. Pontosan a beteg, mert a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Igen, hallgathatja a csodálatos archaikus varázsdallamot, ami segít neki a programokat lezárni, de az optikai sín újraindítja. Miért? Mert nincs érzelmileg feloldva a konfliktus. Na most jön a kérdés, hogy te hogy kell érzelmileg feloldani konfliktusokat. Én ezért tovább megyek, nem csak érzelmileg feloldani kéne, hanem feleslegessé is kéne tenni őket, és akkor érthetnénk egészségesen és boldogan. Igen, ehhez tisztáznunk kell alapvető dolgokat, ami már nyilván nem a germán gyógytudomány tárgyköre. Hammer doktor a biológia működését írta le számunkra, csak hogy ezekből a leírásokból, ebből a megfigyelésből messze menő következtetést lehet tenni abba az irányba, hogy akkor hogy éljek úgy, hogy meg se betegedjek. Tehát ha tudom, hogy mi okoz nekem betegséget, akkor a következő logikus kérdés nem az, hogy hogy tegyem úgy, hogy meg se betegedjek? De. Hát a doktor, a docere az azt jelenti, hogy tanítani. Tehát én úgy gondolom, hogy a betegség megelőzés azt jelenti, hogy az embereket megtanítani arra, felhívni a figyelmüket arra, hogy figyelem, ez téged megbetegít, helyette inkább tedd ezt, vagy tedd azt. De én nem tudok helyettük valamit megtenni, nem tudok a beteg helyett meggyógyulni, de az, aki elmélyed egy kicsit és megváltoztatja a gondolkodását, annál minden megváltozik. Mert minden ott dől el, hogy hogyan gondolkodunk. Hála Istennek, ugye az állatok azért nem fognak krónikus betegségeket kialakítani, mert nem gondolják azt magukról, hogy ők nem tökéletesek. Ők nem gondolják azt, hogy ők mások kéne legyenek. A szarvas nem gondolja azt, hogy mit tudom én, farkas kéne legyen, de a kecske se gondolja azt, hogy béka kéne legyen, szóval ő nekik nincs identitás konfliktusuk, vagyis tudják, hogy kik ők valójában. Az ember viszont nem tudja. Az ember azonosítja magát elsősorban a testével. És ebből rengeteg konfliktus adódik, és ebből rengetegen meggazdagodnak. Lásd plasztikai sebészet. Mert nem tudom elfogadni, hogy a szervezetem az nem állandó. Kérem szépen, az, ami állandó, az már nem él. Tehát az emberi test az folyamatosan változik, amikor már nem változik, azt úgy hívják, hogy holttest. Tehát fogadjuk el, hogy a biológiánk az folyamatosan változik, és az élet maga az állandó változás, és hát a küzdelem a túlélésért biológiai szinten. De ha nem a testemmel azonosítom magam, és már nem érdekel, hogy én mennyire erős vagyok, vagy mennyire szép vagyok, akkor még bosszanthat az is, hogy de nem vagyok elég gazdag. És ugye a gazdagsággal való azonosulás, nézzük azokat az embereket, akik letolják a másikat a, itt tudom én, az ilyen-olyan X7-es terepjáróval az útról. Hát ugye tudunk egy történetet, hogy kiszállt és lelőtte a szegény trabantos embert, egy ilyen őrült. Tehát akik a gazdagságukkal, az autójukkal, a márkákkal azonosítják magukat,
azok hatalmas konfliktust fognak megélni, amikor mindez elvész. Mert ugye forog a kerék, és egyszer fent, egyszer lent. Aztán van az is, amikor a tanult tudással azonosítjuk magunkat. Ez a tudós embereknek a problémája, és ezért kapnak aztán agyvérzést, agyi érkatasztrófa, mert amikor hülyét csinálnak belőle, akkor elindul ez a program. És ezt nagyon jól tudják azok, akik ki akarnak írni tudós embereket, hogy csak bolondot kell csinálni belőlük, meg kell akadályozni a munkájukban, és onnantól kezdve ez a biológiai program el fogja vinni őket. Na, itt van a tanult tudással való azonosulás. Aztán vannak egyéb dolgok, ami minden embert érint, mondjuk ez a család. Mert azonosulunk a családi szerepeinkkel. Hogy én apa vagyok, anya vagyok, én vagyok az elsőszülött, a másodszülött, vagy mit tudom én vagyok a családban a beteg gyerek. Bármilyen azonosultság a családban, a hierarchiában, az már is egy nagyon komoly betegségnek a forrása. És hogyha valaki azt a szerepet kapja, hogy neki az a dolga, hogy ellássa a beteg testvérét, vagy a beteg szüleit, akkor már is belemászik a pokoli szerepekből a megmentő szerepbe, és túlhajszolja magát, és akkor jön a pajzsmirigy, a szívprogram, és hát mindenkinek egyetlen szíve van, és ha azt tönkre teszi, akkor megyünk szívátültetésre. Megölünk egy másik embert azért, hogy mi tovább tudjunk hajszolni valamit? Tehát ezek ilyen alapvető kérdések. Aztán hát vannak még egyéb azonosultságok is, de mindenki gondolkodjon el azon, hogy milyen szerepeket játszik. Mert amikor én azonosulok azzal a szereppel, amit eljátszok, akkor van belőle, akkor az egy konfliktusnak a forrása. Amikor csak eljátszom, mert én is apuka vagyok, meg házastárs vagyok, meg sok embernek barátja vagyok, de nem fogok belebetegedni abba, ha valami nem úgy történik, ahogy azt szeretném. Mert nem azt mondom, hogy most bámuljunk ki bambán az arcunkon, és bámuljuk a világot, mert akkor most megvilágosodtam, mert jelen vagyok a pillanatban, és nem csinálok semmit. Nem ez a tudatosság. A tudatosság azt jelenti, hogy vannak terveim, de megengedem, hogy megtörténjen a dolog úgy, ahogy az meg akar történni. Nagyon sokszor tapasztaltam én meg azt, hogy valamit nagyon szerettem volna, és első-második nekifutása nem jött össze, csak harmadik nekifutása, és akkor jöttem rá, hogy micsoda nagyszerű dolog, hogy nem az első nekifutásra jött össze, mert akkor most nem itt tartanék, ahol vagyok. Pontosan ez egészen idáig vezethető. Tehát amikor valami nem jön össze, akkor azt fogjuk fel úgy, hogy ez egy nem időszerű jó. Tehát jó az, amit elterveztem, amit gondoltam, de még nem jött el az ideje annak, hogy ez megvalósuljon. De mindennek eljön az ideje, amikor eljön az ideje, én mindig kiszoktam várni, és hogyha valami váratlanul történik az emberrel, és azt mondja, hogy oké, most nem értem, hogy ez miért történt velem. Például fürdőszoba felújításnál már éppen burkolni szerettem volna a falat, amikor megindult a víz a falból, kiderült, hogy a lefolyó is javításra vár. Hát akkor úgy egy pillanatra elkeseredtem, mondom egy pillanatra, vagy maximum egy percre, és azt mondtam, hát majd ki fog derülni hónap, hogy ennek mi az értelme. És amikor eljött a vízvezetékszerelés, közölte, hogy nem az új csövekkel van probléma, hanem a lefolyóval, akkor már örültem neki, hogy ez most derült ki, és nem miután a burkolat fölkerült rá. Tehát adjuk meg, várjuk meg azt a lehetőséget, hogy felismerjük azt a átmenetileg rossznak ítélt dolgot az életünkben, hogy az kiderüljön. Mert valójában nincs jó, és nincs rossz. Ugye a jó és a rossz harca, az csak itt a mi fejünkben történik. A jó és a rossz harca. Mert minden jó, ami az elvárásom szerint történik, és minden rossz, ami nem úgy történik. Vagy nem így van? Ez az általános gondolkodás. De ha nincsen különösebb elvárásom, hanem megengedem, hogy a dolgok megtörténjenek úgy, ahogy meg szeretnének történni, akkor tegyük fel a kérdést. Ha valami nem az én elképzelésem szerint történt,
akkor mi az, ami lehet változtatni? Az elképzelésemen, vagy azon, ami már megtörtént? De bele lehet betegedni, hogy nem úgy történt. Ugye Buddha is mondta, hogy a feltételekhez kötött lét szenvedéssel jár. A szenvedésnek van oka, a szenvedésnek van vége, van egy út a szenvedés megszüntetéséhez. Hát erről beszélünk a tanfolyamokon, bár nem buddhista gyülekezetről van szó, hanem csupán arról, hogy Buddha is igazakat mondott, csak oda kéne figyelni arra, hogy miről is szól. Mert az igazságot sokféleképpen meg lehet fogalmazni, de az mindig egy és ugyanazt jelenti. Na most, mi vezetett minket el oda, hogy így élünk? A gondolkodás. A hibás gondolkodás, a hibás önmeghatározás, vagy mondjam úgy, hogy hibás önmeghatározás, vagy azonosultság. Ez a hibás önmeghatározás, amíg én biológiai szinten gondolkodom, addig a biológiai programok szerint fogok élni, és fogok megbetegedni. Amikor megtanulom elfogadni a világot, és önmagam úgy, ahogyan van, úgy, ahogyan vagyok, akkor ebben már nincsen konfliktus. Sem önmagammal, sem a világgal, mert ugye a világ számunkra a többi embert jelenti, a többi ember véleményét, a többi embernek a cselekedetét, ami ránk hat, vagy ilyesmi. Tehát a legfontosabb dolog az önmeghatározásban, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk mi valójában. És amikor ezeket rendbe tettük, akkor fognak feleslegessé válni azok az értelmes biológiai programok, amelyek mindig a túlélésünket szolgálják, és mindig a segítségünkre jönnének, ha mi megengednénk. De mivel ezt is félreértelmezzük, pont akkor szólunk bele a folyamatba, amikor éppen gyógyulunk. És akkor itt jön be a gondolkodásnál az agykontroll szerintem. Ennek már te vagy a tudója. Mert ugye a programozás nem csak arról kéne szóljon, hogy elképzelem, hogy gazdag vagyok, vagy elképzelem, hogy a dolgaim jól mennek, hanem a gondolkodásunk ennél tovább kéne lépjen, és az önmeghatározásban kellene először is a gondolkodásunkat helyre tenni. Mert ha ott helyre tennénk, és folyamatosan kapcsolatban lennénk úgymond a forrással, ha megtanulnunk folyamatosan jelen lenni a pillanatban, és örülni annak, ami van, még akkor is, ha nem pont úgy történt, ahogy szerettük volna, ha megtalálnánk minden ilyen konfliktus helyzetben azt, hogy de mire akar ez engem megtanítani? Ha a 180 fokos fordulat azt jelentené, hogy ezt az ügyet nem csak szemből, hanem hátulról is megnézném, ha körbejárnám, akkor feleslegessé tehetnénk a konfliktusokat. Vagyis egy nap alatt biztos, hogy rövidre tudnánk zárni. Igen, vannak konfliktusok, amelyeket nehezebb lezárni, mondjuk egy szeretetei lénynek az elvesztése. De mi a problémánk nekünk akkor valójában? Miért okoz számunkra elválasztási konfliktust valakinek az elvesztése, eltávolodása? Attól függetlenül, hogy frekvenciát váltott, vagy csak elhagyott, vagy csak elköltözött, teljesen mindegy. Miért jelent problémát? Mert függővé teszem magamat egy kapcsolattól. És ha rájönnénk arra, hogy ezek a kapcsolatok csak arra jók és arra valók, hogy közösen valamit megoldjunk, mert ugye egységben az erő, ezt tudjuk. És hogyha valamin többen dolgozunk, mint én egymagam, akkor az a valami, az meg fog valósulni. Lásd Greg Braden előadását, az Isteni Matrix nyelve című előadását. Nagyjából ennyiben tudnám összefoglalni röviden, tömören azokat a gondolatokat, amelyek most engem foglalkoztatnak, mert ugye keresem az alapvető okát annak, hogy de miért betegszünk meg, hogy hogyan élhetünk konfliktusok nélkül. Ez lesz október 1-én a webkonferenciának a témája. Már egy hónapja megírtam az előadást, úgyhogy kíváncsian várom
az érdeklődőknek a kérdéseit, mert ugye minden webkonferencia után fórum van, és a fórumban ingyen válaszolok ugye mindenki kérdésére, levelekre ingyen válaszolok, ingyen előadásokat tartok, bemutatkozó előadásokat tartok. Egyedüli dolog, ami pénzbe kerül a betegeknek, vagy az érdeklődőknek, az egy személyes egyórás konzultáció, vagy egy háromnapos képzés. Az összes többi tevékenység ingyenes. Én úgy gondolom, hogy, és hát ha az árakat tekintjük, akkor az a piaci árak alatt dolgozunk Rékával ketten, és meg kell említsem mindenképpen Rékának a hatalmas segítségét, az ő hát nőies meglátásával, hozzáállásával, az ő hatalmas tudásával ebbe a webkonferencia anyagba is rengeteg impulzust tud beletenni. Valójában én úgy gondolom, hogy az emberek akkor értik meg, hogy én miről beszélek, amikor Réka ezt lefordítja a hétköznapi nyelvre, bár én is igyekszek érthetően és csak magyarul fogalmazni, de amikor példákat mond arra, hogy mit jelent egy szexuális konfliktus, mit jelent egy rémületfélelem konfliktus, mit jelent egy undorfélelmi konfliktus az életünkben, na akkor esik le mindenkinek a tantusz, hogy ja, akkor tényleg erről van szó. Én úgy gondolom, hogy a germán gyógytudományt mindenki, amikor a saját bőrén megtapasztalja, akkor már nincs benne több kérdés arról, hogy ez valódi vagy nem valódi tudomány. Köszönöm a figyelmet.